Igazából még szerintem nem vagyok az, aki vagyok. Mármint, hogy nem vagyok az, akinek kéne lennem. Ez nyilvánvaló, ha abból látszik, hogy egy csomó olyan dolog vesz körül, ami adott esetben akár túlnőtt rajtam, és így néha azt érzem, hogy egy ilyen ezután való erőfeszítés az élet, ami egyébként jó, mert tök izgi, meg szeretem csinálni. Hogy túl sok ajándékot kapok az élettől, és ennek próbálok megfelelni kicsit. Próbálok elég jó zenész lenni a zenésztársaimhoz, és ezért mondjuk próbálom fejleszteni magamat. Próbálok elég jó szövegíró lenni ahhoz képest, hogy már nyertem mondjuk szövegírói díjakat. Elég nagy elismerés. Ezt egyébként impostor szindrómának mondják, ezt pont múltkor találkoztam vele, hogy ez egy ilyen jellemző dolog, hogy az emberek, akik végül is sikeresek lettek abban, ami így nem tudnak örülni neki, mert folyton azt érzik, hogy ez nem kiérdemelt dolog, szóval kicsit azt hiszem, ez nekem van. Aztán közben meg mióta ezt tudom, már próbálok neki örülni, és ez egyébként ez egy jó dolog, hogy ezt így tudom, hogy ez egy betegség kicsit. Egyszerűen azt gondolom, hogy így működik az ember, tehát ha valamit elhisz igazán, akkor az megtörténik. Amiben én jó vagyok, én szerintem nagyon tudok hinni azekban a dolgokban, és amióta tudom ráadásul azt, hogy a hit, amit én mondjuk inkább nevezek ilyen őszinte tiszta akaratnak, amikor valamit nem kérdőjelezel meg, hanem tudod, hogy ez a dolgod, és ezt kell csinálni, akkor onnantól kezdve, ha akarod, ha nem, az működik. És persze nyilván van közben egy csomó akadály. Meg igazából már régen is valahogy a zene az mindig egy ilyen tök evidens dolog volt. Ezért mondtam, hogy az sose volt kérdés, hogy ebből valami le. Igazából nem nagyon értek máshoz. Tehát nem nagyon tudok olyat mondani. Nyilván ezzel kapcsolatban mondjuk a kreatív szövegírás, meg az egyébként a munkám, meg az ilyen egyebek azok vannak, de hogy az mindig egy kicsit e köré rendeződött. Mindig a zene volt az, ami megmaradt 3-4 éves korom óta csináljuk mi ezt. Az Andrissal is egészen korán találkoztunk, a gitárosunkkal. Ezen nem is szoktam gondolkodni, amúgy az érdekes. Sosem merült fel, mert mi van, hogyha nem fog működni, mert igazából ilyen nincsen, tehát hogyha más nem, akkor az élet volna, mert jó barátok vagyunk, és ez fasza. Az meg nagyon jó, hogy egyébként közben meg nagyon fontos lett az is, hogy mind a mellett, ha már csináljuk, akkor csináljuk jól. És most nem feltétlenül magára a művészi tevékenységre gondolok, hanem a projektre magára, mert hogy ez közben egy projekt is, ami ezer felé szétágazódik, és nem csak arról szól, hogy lemegyünk próbálni, meg elmegyünk koncertezni. Két pólusú ez. Mert nagyon sokszor azt érzem, hogy nem akarok felmenni a színpadra, mert félek attól, hogy hibázok. Aztán most már nagyon sokszor, mivel most már elég sokszor nem hibáztam, ezért most már volt egy ilyen önbizalmam, hogy most már elkezdtem élvezni nagyon. Régen is voltak, amikor nagyon élveztem, néha kellett hozzá nem józannak lenni, de most már józanul is nagyon tudom élvezni néha. Ez szerintem egyébként így a legfontosabb különbség. Fogalmam is, hogy kerültem a színpadon, mert én voltam az, aki világi életében gyűlölte a színpadokat. Tehát én voltam az, aki elmenekült mindig, amikor ilyen iskolai szerepek voltak, meg mit tudom én. Úgyhogy nekem ez a lehető legkényelmetlenebb része a zenekarozásnak, hogy volt. Most már tényleg nem az, hogy emberek előtt lennem kell, meg látnak, meg néznek, meg örülnek nekünk, meg mit tudom én. Ez egy ilyen fura. De most már szeretem, úgyhogy most már jó. Katarzist ritkán éreztem színpadon, de azért voltak ilyenek, a szülinapi koncertünk, vagy a Fishing, amikor Lovasival énekeltem, nem tudom, és sikerült elengednem ezeket a feszengéseket, meg egyebeket, akkor azért tudok érezni katarzist, de ahhoz nagyon sok munkát kell belerakni, hogy azt tényleg meg is érdemeltnek érezzem, ugye, mint mondtam, mert van ez a kicsit nem érdemlem meg a dolgokat dolog. És ezt próbálom egyébként nagyon ügyesen elfedni azzal, hogy ilyen eljátszom azt, hogy maga biztos vagyok, meg mit tudom én. De szerintem sokan csináljuk így. Ez egy ilyen szakma. Meg szerintem mindenki, aki szerepel emberek előtt, az előbb-utóbb ezt megtanulja, hogy az esti szorongásokat, azokat nem cipeled ki az utcára. Meg egyébként ne úgy képzeljétek ezt, hogy én végelkoznak hazudni kis, hogy befekszek a sarokban. Volt olyan is, de az a legritkább, tehát ezek inkább ilyen, amikor mondjuk tök egyedül maradok véletlenül, és olyan x napból egyszer van ilyen. De hát az meg a katarzisnak az ellenpólusa, tehát igazából az így egészséges. Volt egy idő, amikor napi 3 posztot raktam ki a macskákról, az mondjuk én elég tudatosan akartam az emberek agyára menni, tehát azért ebben van egy ilyen is, hogy régen én például mondjuk abszolút jegyzettömnek használtam a Facebookot is annó.
Tehát, hogy ami eszembe jutott, és ott azonnal kiraktam, mert egyrészt jól esett nyilván az, hogy ilyen azonnali visszajelzést kapok, az egy tök jó dolog. Még akkor is, hogyha álságos, akkor is jó. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkohol. Tehát nem leszel boldogabb, de jobban érzed magad, ezért iszol szerintem az összes függőség és a Facebook, meg az egyebek és a hasonló felületek is erre jók. Extrovertált is vagyok, meg introvertált is vagyok egyszerre. Ez egész egészségesen meg tud férni amúgy. Nem szeretem magamat látni, úgyhogy ilyen szempontból például ez egy furcsa dolog. Mert azt szeretem, hogyha gondolataim hatnak emberekre. Ilyen szempontból extrovertált vagyok, olyan szempontból nem, hogy mutogatni nem szeretem magam semmilyen szinten. Tehát a gondolataimat szeretem mutogatni, de az meg, hogy külsőségekkel érjek-e hatást, az kevésbé érdekel nyilván, az is, mert egy klasszikus szép csávó vagyok, nem is gondolom azt, hogy ez ilyen szempontból már célom lenne. Viszont annak meg nagyon tudok örülni, hogyha működik az, amit egyébként csinálok. Az jó. Tehát ez, aki magának ír otthon, az hazudik. Aki magának művész, az persze az jó, amikor, tehát vannak olyan típusú emberek, akiknél ez tényleg tud működni, de azok általában nem boldogok. Tehát, hogy azért a művésznek van szerintem, és nyilván nem vagyok pszichológus, és nem értek ehhez, és nem akarok mindenki nevében nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy az olyan fajta embereknek, akik olyanok, mint én, segít az, hogy az, amit csinálnak, abból kapnak visszajelzést, és pozitívat akkor meg aztán pláne, tehát hogy ez így segít előre haladni. Kiket meregni a szorongások közül, és egyre kevesebbet szorongani például. Szerintem kötelezővé kéne tenni a meditációt amúgy. Az például sokat segítene. Volt el egyébként annó valami javaslat, aztán persze levakarták a napi rendről elég hamar, meglepő módon. Az mindent megoldana. Szerintem az embereknek sokkal többet kéne foglalkozni magukkal ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy valójában nem az egyén itt a lényeg. De az meg nyilván ezen keresztül vezet az út, tehát ezt nem lehet megúszni, hogy először a saját fasságaiddal találkozz, mielőtt empatikus tudnál lenni. Tehát nincs empátia nélkül, hogy az ember először ne tanulja megszeretni önmagát. Mert hogy nyilván magadon keresztül tudod a legkönnyebben elviselni az embereket, legalábbis én biztos, hogy így vagyok fel. Tehát amit észrevettem, hogy azok az emberek idegesítenek, akik a legjobban hasonlítanak rám, azóta sokkal megértőbb vagyok velük. Igazából nem tudom, hogy miért vagyunk, fogalmam sincs. Tehát ha hogyha azt mondanám, hogy egymásért vagyunk, akkor ezzel azt mondanám, hogy tudom azt, hogy miért vagyunk. Valójában könnyebb egymásért lenni, mint önmagunkért, mert az egy nagyon magányos dolog, amikor valaki önmagáért van.